Karácsony közeledtével a Tolnatáj Televízió gyűjtésbe kezdett, hogy partnerei segítségével könnyebbé tegyék a rászoruló családok ünnepét. Minket is meglepett, mennyien gondolták úgy, hogy hozzátesznek valamit az adományokhoz. A jellemzően sok gyermekes, nehéz sorban élő családoknak így valódi segítséget tudtunk adni. Rengeteg tartós élelmiszer, tisztítószer és a kicsiknek játékok, könyvek kerültek a csomagokba. Ez pedig már Őcsény a Kossuth Lajos utca. Tiszta udvar, rendes ház, tartja a mondás, és ez igaz az öttagú Balogh családra is. Aha, valaki, aha, igen. Fogadja. Nagyon nehéz. Tolnatáj Televízió nevében boldog karácsony kívánunk. A 9 éves Tamás, 12 éves Dániel és 5 éves Nóra a család nappaliában várta a televízió csapatát, és természetesen a meglepetéseket. A gyerekek örültek a játékoknak, kakaónak, kexnek, szaloncukornak, valamint mogyorókrémnek. Rengeteg élelmiszert, csokit, cukrot, mézet. A kicsik a fügét és datóját fenntartásokkal kezelték, mert ilyen egzotikus gyümölcsöket nem nagyon ettek még. Anya, anya, én őszintén megmondom, nem baj, nem kaptunk ilyen nagyon kaját. Mind az áh, füge! Dánieltől megtudtuk, mit szeretne kapni karácsonyra. Akartam egy olyan fülhallgatót, ami ilyen bluetoothos, és tök jó. És azzal eléggé jól le lehet szórakozni. És miközben Dani egyenként számba vette a finomságokat és azt, milyen kedvenc ételei készíthetőek a dobozban található élelmiszerekből, Tamás és Nori elkezdte kirakni az innen kapott autót. Nóri az édességeket nem nagyon környékezte meg, mert tudja, hogy cukorbetegként nagyon oda kell figyelnie a szénhidrátra, és szülői engedéllyel majszolhat csak édességet. Az egyes típusú cukorbetegségére nemrég derült fény. Sajnos cukorbeteg lehet, most nem lehet édességet, tehát neki a méz most kilővel pedig egyébként az a kedvence. De szerintem találunk neki is ezek között. A család a karácsonyt a nagyszülőknél tölti. Hát, mi különösebben itt, ha nem főzünk, mert nagyszülőknél szoktunk lenni karácsonykor. Úgyhogy ezzel mentesítve vagyok, már sokat dolgozok ünnepek alatt is, úgyhogy nem tudunk, időm nem lenne erre, hogy főzni. Igen. Andrea és férje remélik, hogy hamarosan áthidalják a nehézségeket. Akik mosolyt csaltak az arcokra, Tar János, Elektrolit cégcsoport tagjai, Elektrolit Kft., Cikádor Kft., Szedres Lovas Udvarház, Hátcentrum Kft., Tolnavil Kft., Neo Baby Bababolt Szekszárd és Dombóvár, CBA Üzletek, Merkel Krisztina, Jézus Él Alapítvány, Fortuna ABC Tolna, Pátrix Papír Írószer Nyomtatvány Szaküzlet, Huncuc üzlet, Szekszárd Tesco üzletsor, Diótörőmese volt, Panteon temetkezési Kft. Tiszacipő a minőségi bőrcipők boltja, Partner Textil lakás textil üzlet, Mérland bútor, Heberling húsbolt, Berka Istvánné Tolna, Mocsán paprika, Sédnyomda Kft. A közreműködésért külön köszönet a Médiaút Kft.-nek és Szántó Ildikónak.